Na szervusztok, kolbászkarikáim, az eheti játék nem más, mint az AutoZone, amit 1987-ben adott ki a Players, és az üvöltő őrült fejlesztett számunkra. Ez is egy Commodore 16-os játék. Azt kell róla tudni, hogy nagyon-nagyon távoli rokonságban van a Kickstarttal. Közben azért be is kapcsolom nektek itt az animációt. A hangot azt levettem, mert majd meg fogjátok tudni, hogy miért. A legfőbb érdekessége az, hogy balról jobbra scrolloz. A játékmenete egyébként, most nem véletlenül említettem a Kickstartot, mert elég hasonló hozzá szerintem. 16 pályánk van, ez 4 szektorra oszlik. Itt föl is írkáltam magamnak. Azt mondja, hogy az első, tehát ilyen 4-4 pályánként vannak a szektorok. Az első szektor az egy ilyen erdős rész, a második szektor az egy ilyen északi sark témájú, a harmadik az egy gyárterület, és a negyedik pedig egy ilyen vulkanikus vidék. A játéknak a sztoria, hát én annyit tudtam róla összeszedni, hogy egy rutin küldetés során szkennereid jelet észlelnek egy halottnak hit közeli holdról, muszáj utána járnod. Miután bevetetted az XL Procon felszíni poloskádat, a számítógép az AutoZone nevű területre irányít. Ezen a területen korábban már több szonda is odaveszett, emiatt veszélyesként van elkönyvelve. A műholdak információi alapján a tudósok arra jutottak, hogy valahol a zónában viszont található egy zseb, nyilván egy zseb, melyen keresztül lehet lehetséges kimenekülni. A siker az ügyességen és a gyors gondolkodáson múlik. Most nyilván itt arról szól a sztori, hogy oda kell mennünk, mint egy ilyen béna hollywoodi filmbe, aztán persze máshogy nem tudunk kimenekülni, ha nem találjuk meg ezt a pontot. Ezer és millió ilyen sztorit hallottunk már nyilván. A játék azt gondolom, hogy kellően színes, a Commodore 16-os plusz 4-es lehetőségeihez mérten jól néz ki, meg a 16 kilobájt azért tegyük hozzá. A zenét azt mindjárt benyomom egy pillanatnyát, és meghallhatjátok, hogy milyen fantazmagórikus zene és hangeffektek van. Illetve hát szerintem én el is kezdek játszani, nem húzom itt a drága időtöket. És már itt van a fantasztikus hangeffektek. És mindjárt mondok is nektek egy csalást, hogy lehetőség szerint ezt tudtam, hogy itt meghalok. Szóval lehetőség szerint baromi lassan menjetek, mert így kapjátok a legtöbb pontot, ugyanis a játék, ugye két sebessége van az autónknak, szerintem le fogom venni a hangot, mert megőrülünk. Tehát van egy lassú és egy gyors sebessége, és akkor így, itt ezen a kis platformokon kell ugrálgatnunk. Nagyjából ez a játékmenet. Most ez a 16 pálya szerintem egy kicsit túlzás, mert a büdös életben nem fogja szerintem megcsinálni senki, tehát tegye fel a kezét, aki látott olyan gyerekkorában, aki mind a 16 pályán végigment. Zseniális a zene, de közben kicsit odafigyelek, hogy legyen valami a játékmenetből is. De nagyjából ennyi a sztori, hogy itt pálya vége felé ott már nyilván pixel pontosan kell tudni ugrani, meg variálni kell sebességet. Én arra jutottam, hogy lassan kell menni, amilyen lassan csak lehet. Most nyilván nem mindenhol lehet lassan menni, tehát ott vannak olyan akadályok, ahol fel kell gyorsulni. Aztán vannak ugye, ahol ilyen nagyobb távokra el kell jutni. Na, és itt ez a pálya legvége, az első pálya legvége, ezt körülbelül 4 milliószor elcsesztem már.
Tehát ha odáig eljutsz élve, akkor ott viszont pixel pontosan kell tudni ugrani, meg megfelelő sebességgel, meg ebben meghalsz. Zseniális. Én most ezt leveszem a hangot, meg körülbelül én ezt eddig bírtam elviselni. Annyit akartam még mesélni a játékról, hogy én most ugye egy készültem a videóra, egyrészt játszottam is vele egy csomót, akkor jöttem rá erre a zseniális megoldásra. Létezik belőle egy pályaszerkesztő, amit TCF-es mester készített 1988-ban, szerintem az első zsengéjé egyike, amivel ezt a legalább 6-féle pályaelemet lehet ízlés szerint kipakolni. A második pályán vannak ilyen virágok, én azt hittem, hogy azokat fel lehet venni bónuszként, hát nem lehet felvenni bónuszként, minden megöl minket, nagyon egyszerű, bármit csinálunk, meghalunk, tehát nincs színezve különösebben a játékmenet. Egyébként létezik egy csomó szerkesztett pályás verzió, de nem vették különösebben a fáradtságot arra a pályaszerkesztős emberkék, hogy mind a 16 pályát megitták. Javarészüknél 2-4 pálya van megszerkesztve, a többit azt hagyták ugyanúgy, mint a gyárén. Én megnéztem egyébként a Lacoste által készített... A Lacoste által készített Game Boy Color változatot is. Hát én nekem azért vannak fenntartási, illetve kifogásaink. Itt például... Hát most 10 pont, köszi. Itt egyébként kapunk egy életet, illetve van egy ilyen bónusz sorsolás, hogyha megcsinálunk egy pályát. Most azt láthattátok, csak közben itt eldomáltam. Ez pedig a második pálya, ez már ilyen csodálatos kék színű. Most nagyjából ennyit fogtok látni egyébként a játékból, mert nagyjából ennyi a tudásom. Itt azért már kicsit széljebb tette a kedves üvöltő dervis. Aha, például most rossz helyen próbáltam ugrani, és nem is tudtam. Szóval annyit akartam csak mondani, hogy kipróbáltam ugye a Game Boy Color verziót, amit a Lacoste készített. Hát elég sok bajom van vele, úgyhogy én imádom Lacót, de azt gondolom, hogy még ezen dolgozni kéne. Egyrészt ugye nincsen a teljes pontszámlálás, hiányzik a játékból. Másrészt meg visszafelé is lehet menni, tehát hogy valahogy a játéknak a dinamikája az nincs meg szerintem, mint Commodore 16-oson, amit ugye most fura ilyet hallani a számból, de ez egy végtelenül egyszerű, én azt mondom, hogy egy kicsit olyan érzés, mint egy visszafelé haladó kickstart, ami hát a kickstart azért azt tudjuk, hogy sokkal jobb, fizikája is jóval jobb, ha beszélhetünk ki erről egy arcade játéknál, de azért azt hozzá kell tegyem, hogy hát 87-es játék, ahhoz képest azt mondom, hogy ha én 87-ben így tudtam volna Commodore 16-osra programozni, akkor örültem volna, mint majom a farkának. Jól meg van csinálva, nyilván eléggé pici az élvezeti faktor, elég gyorsan meg lehet unni, de abban a mezőnyben, hát, illetve hát mondjuk már sokat megnéztem, elég sok rossz játék van, meg elég kevés jó játék. Én azt mondom, hogy ez egy ilyen közép kategóriába tud indulni. Annyira nem rossz. Most azt nézem, hogy hát szerintem nagyjából mindent elmeséltem róla, nagyjából ez a játék, ez körülbelül ennyit tud. Próbáljátok ki, próbáljátok ennél több pontot elérni, most ugye mutattam rá egy trükköt, hogy mivel tudtok pontot szerezni. Ez is olyan, hogy gyakorolni kell, be kell gyakorolni az összes akadályt, viszonylag könnyen rá lehet jönni a játéknak arra a viszonylag véregyszerű játékmenetére. Hogyha megcsináltok egy pályát, akkor kaptok egy életet, úgyhogy akkor tovább tudtok szenvedni. Viszonylag hosszúak a pályák, és sokszor van az, hogy a legvégén tesz be egy-egy kis szivatós elemet, úgyhogy ezt be kell gyakorolni. Én szívesen látnám a kommenteiteket, akár itt a videó alatt, akár a YouTube-on, vagy hülyeségeket mondok persze, akár a Facebookon, akár a Plus4 World-on. Küldjétek be a pontszámotokat, illetve írjátok meg, hogy mit gondoltok erről a játékról. És volt, aki szóvá tette, hogy múlt héten nem volt videó, valóban nem volt videó, de nem voltam a legjobb egészségi állapotban, úgyhogy elnézést kérek a rajongóktól. Azt nem tudom garantálni, hogy minden héten videóval fogok jelentkezni, de amikor időm is
egészségi állapotom engedi, akkor természetesen nem fogom kihagyni. Remélem tetszett a videó. Hogyha még nem tettétek volna, akkor kérem iratkozzatok fel a csatornámra, illetve lájkoljátok, és terjesszétek az igét. Commodore Plus 4-es forever. Ciao!